Üdvözlet, Németh Oliver vagyok, és a mai részben, lányok, hozzátok szólok. Azt a témát szeretném kivesézni, hogy ti miért nem szerettek játszani, és tulajdonképpen igazából miért is szerettek játszani. Na de ne rohadjunk ennyire előre. Az ember a természetéből fogva szeret játszani. Kezdetben fizikai dolgokkal játszunk, kockákkal, vagy kisjátékokkal. A lányok először mondjuk barbíznak, a fiúk kisautóznak, vagy adott esetben ez lehet fordítva is, most ugye nem erről szól, a lényeg, hogy kisebb dolgokkal játszunk először. És ezek után, na meg hát igazából a mai világban már nagyon sok rész ki is marad ez a fizikai, kézzel fogható játékokkal való része a dolognak, de ezek után bejön a videójátékos korszaka az embernek. Most tulajdonképpen ez az a spektrum, ami a leginkább lefogja a mai embereknek a szórakozását. Olyan ütemben fejlődik a videójátékipar, hogy a legnagyobb igényeknek is igazából meg tudsz felelni. Na jó, igazából azoknak sosem lehet megfelelni, de értitek. És amikor beindul ez a videójátékos korszak, akkor jön el az a válaszvonal, amikor a férfiak ugye gőzerővel gamingelnek, a nők meg igazából ezt így ilyen tabu témaként kezelik, és azt mondják, hogy mi nem játszunk, ez komolytalan, meg ilyenek. Nem tudom, hogy magatokra ismertetek-e ebben. A gaming ugye egy nagyon tág fogalom, nagyon sok mindent bele lehet foglalni, mint például ugye a számítógépes játékokat, a konzolosokat, a mobil játékokat, és azt kijelenti, hogy a nők nem szeretnek játszani, és ők nem gamingelnek, az hazugság. Ti, akik ilyet állítotok, ti hazudtok az embereknek. Valamiért úgy gondoljátok, hogy a társadalom szemében ciki az, hogyha beismeritek, hogy ti szerettek játszani, hogy ti szerettek gamingelni. De voltak éppen a szíveméjén, mindenki tudja, hogy szeretnek játszani. Ugye a nők leginkább nem ezekkel a számítógépes és konzolos játékokkal szoktak játszani, hanem a mobiltelefonon szoktak különböző applikációkat és játékokat letölteni. Ezen kívül meg, hogyha nem videójátékkal szerettek játszani, akkor igazából még ott van a társas játék, ami ugye manapság egyre nagyobb divat kezd lenni, hogy az emberek azzal játszanak. Nekem is itthon van pár társas játékom, esetleg majd meg tudom őket mutatni a jövőben, hogyha érdekel titeket. Nincs ebben semmilyen ciki és égő dolog, hogy ti szerettek játszani, és valamiért úgy gondoljátok, hogy ez a mobilos játék, ez kivételt képez, mint hogy mondjuk a számítógépen leültök és mondjuk World of Warcraft-oztok, mikor tulajdonképpen ugyanúgy gaming az egész. Nekem tulajdonképpen mind a két exem, ők szerettek játszani, hogyha oda hívtam, hogy üljenek le, akkor szívesen játszottak a játékokkal. Mobilos játék is volt, úgyhogy igazából ők így szerettek játszani, még ha nem is olyan szinten, mint ahogy én szoktam. Igen, én amúgy nagy gamer vagyok. Most természetesen itt is szóba hozhatjuk ugye, hogy vannak a gamer csajok és a streamerek, de most nyilván nem ő rájuk gondolok, mert ő nekik ez a gát nincsen meg bennük. És ha megismerkedtek valakivel, vagy van egy párotok, és ő igazából így hárítja a témát, hogy videójátékok és gaming, vagy igazából így tagadja is, hogy én nem játszok, akkor ő hazudik. Főleg, hogyha előtte szóba jött az a téma, hogy te mondjuk mennyire nem szereted, hogyha valaki játszik, vagy te hülyeségnek tartod a videójátékot, és erre is rátsz, arra rákontrázik, hogy szerintem is hülyeség, akkor biztos, hogy kamu. Az csak azért mondja, hogy imponáljon neked. Minden srác szeret játszani. Akárhány sráccal beszéltem és megkérdeztem tőle, még ha azt is mondta, hogy én nem videójátékozok, akkor is egy pár perces beszélgetés után kiderült, hogy ja, de én amúgy fifázok. A FIFA az nem videójáték. Srácoknak kell, hogy gémelhessenek. Gyerekek tudunk ilyenkor lenni, levezetjük a napi feszültséget. Ha online másokkal játszunk, akkor tulajdonképpen ugye a haverjainkkal, vagy ugye a barátainkkal tudunk beszélgetni is közben. Hagyjátok, hogy hadd játszon, természetesen ugye nem egész este, és természetesen ugye egymásra is kell, hogy foglalkozzatok, de egy egészséges mértékben, hogyha hagyjátok a srácot játszani, az valószínűleg biztos neki is jó fog esni. Meg így a kapcsolatotoknak is. És csajok, nézzetek tényleg magatokba, gondolkozzatok el, hogy mennyit szoktok mobilon játszani, bármilyen kis apró játékokkal, akár valamilyen Facebookos Farmville-szerű dologgal, vagy tököm tudja mi. Nézzetek mélyen magatokba és mondjátok, hogy igen, amúgy én tényleg szeretek játszani ilyenekkel. Ha beismertétek magatoknak, és ez tényleg így is van, akkor akár még esetleg néha üljetek is oda a párotok mellé, hogyha van párotok, és próbáljátok ki azokat a játékokat, amikkel ő játszik. Nézzetek meg, hogy mennyire jön be, és lehet, hogy amúgy egy tök jó elfoglaltságot fogtok tudni magatoknak találni a videójátékokkal. Még egyszer mondom, egészséges mértékben tartsátok ezt is, és a párotok is. Ha nincsen párotok, de beismertek magatoknak, hogy szerettek játszani, nézzetek utána a neten, hogy mik vannak, és próbáljátok ki egy-kettőt. Nem hiszem, hogy csalódni fogtok. Ha ez tényleg nem igaz rád, és egyáltalán nem vagy otthon a számítógépben, vagy csak nem akarod beismerni magadnak, akkor a társasjátékokat próbáljátok ki,
Menjetek el, van egy csomó bár Budapesten, ahol lehet így társasjátékokkal játszani és közben iszogatni. Menjetek el oda egy baráti társaságra és próbáljátok azt ki. Vagy vegyetek egy-kettőt magatoknak, amit a neten után néztek és tetszik nektek, és rendezzetek egy társasjátékos estét. Nos, igazából ez a videó csak ennyi lett volna mára, szerettem volna ezt a kis buborékot így kipukkasztani. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, sziasztok! Na!